Úgy utaztak Budapestre a cápák, hogy leszeretnék zárni a párharcot, míg a vasas továbbjutási reményei életben tartásáért lépett pályára. Az első negyedben kevés kosár esett, 10-16-os eredménnyel zárult a 10 perc. A második játék részben két pontot hozzátett előnyéhez a Nyíregyháza, fordulás után azonban zárkózni kezdett a házigazda. A negyedik negyedet már egyenlő állásnál kezdték a csapatok, a vasas 2-3-assal nyitott, és ezt az előnyt meg is tudta őrizni a mérkőzés végéig, kiegyenlítve a párharc állását. Tálcán kínáltuk nekik ezt a győzelmet, azt gondolom, hogy maximálisan csak magunkat okolhatjuk. Egy tökéletes első fél időt futottunk, 24 pontot kaptunk, remek védekezés volt, és hát sajnos ezt a második fél időben nem tudtuk már így csinálni. Nagyon kemény és agresszív játékot csinált a vasas, mint az előző mérkőzéseken. Nekünk pedig sajnos most ez nem volt kellő erőnk, illetve nagyon-nagyon rossz százalékkal dobtuk mind a büntetőket, mind a 3 pontosokat. És a végén sajnos kulcs szituációban, amikor ők betaláltak, mi nem tudtunk, és felőröltek minket. Viszont úgy megyünk bele az 5. mérkőzésre, hogy itthon nem lehet kérdés, hogy ezt ki fogja megnyerni. Mivel a továbbjutást eldöntő találkozóról van szó, a rutinos kosaras szerint minden momentumnak jelentősége lesz a meccs kimenetele szempontjából. 5. mérkőzés, itt igazából már nincs taktika, meg nincs fáradtság, attól függetlenül, hogy azért szerintem mindenki az utolsókat rúgja mind a két csapatba, mert 3 naponta játszunk ilyen kemény meccseket, de itt tényleg csak a szív és az akarat fog dönteni, és csúszni kell minden labdáért, vetődni kell minden labdáért, és erőből le kell hozni ezt a meccset, mert nem lehet kérdés az, hogy megmutassuk, hogy mi vagyunk a jobb csapat. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks Vasas Akadémia mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Continental Arénában. A belépés ingyenes, a szurkolóknak kötelező a maszk viselése, és be kell tartaniuk a járványhelyzetben érvényes szabályokat. A Kölcsei Televízió nézői vasárnap 20:30-tól láthatják a találkozót.